nem adnak bulkát, elviszünk a julkát, utca, utca, pittok, pittok. Az Üstökös Kompánia Karácsonyváron műsorát láthatták a családok. Az előadásba a gyerekeket is bevonták. A családi előadó művész csoport a népi hagyományokat eleveníti fel. Darabjaikat gyerekek és felnőttek egyaránt élvezhetik. A nagycsaládosok meghívását szívesen fogadták, és a közönség is lelkesen tapsolt a csapatnak. Szenzációs program volt a mai napon, hogy a hosszas éveknek a hagyományainak megfelelően, elsősorban itt a korabeli magyar hagyományokhoz kapcsolódóan fölelevenítették ennek a téli időszaknak a jellegzetességeit, jellegzetes szokásait, lucázás, a mikulásvárás, karácsony és persze az újévi köszöntőknek a hagyományait is. A gyerekek rendkívül módon élvezték. A nagycsaládos egyesülethez a Mikulás is megérkezett. A gyerekek énekkel várták a nagy szakállút, aki természetesen ajándékot is hozott nekik. Kisebb és nagyobb gyerekek egyaránt sorban álltak a csomagokért. A fiatalok nagyon várták már a télapót, de a program is tetszett nekik. Néztük az előadást, meg jött a Mikulás, és kaptunk ajándékot. A nagycsaládosok keszthelyi egyesülete egész évben szervez programokat. Sokan már barátokként találkoznak a különböző eseményeken. A szülőknek kiemelten fontos ez a közösség, de a gyerekek is jól érzik magukat a barátaik között. Két év kihagyás után most ismét megrendezhették a Mikulás ünnepséget is. Másfél hónapja nekiálltunk tényleg a tervezésének, és sokat gondolkodtunk, hogyan alakuljon ez a program. Nagyon örültünk tényleg, hogy így két év után a vírushelyzet miatt sikerült újra megrendeznünk, és tényleg úgy gondoltuk, hogy akkor egy kicsit nagyobb feneket kerítünk neki. A felnőtteket és a gyerekeket vendégség is várta. Zsíros kenyér, forró tea és többféle sütemény került az asztalra. A gyerekek természetesen a Mikulástól kapott ajándékot is kibontották.